Kreatív Molinók egész sora eleveníti fel Ziegler Győző életét és munkásságát. A Magyar Építészeti Múzeum és Budapest Főváros Levéltára jóvoltából került Győrbe a rendhagyó tárlat, mely az építész születésének 170. évfordulójára készült. Ziegler Győző a magyar historizmus sokat foglalkoztatott építőművésze volt, műegyetemi tanár, akivel a kor ifjú építész generációi sokszor találkoztak tanulmányaik és gyakorlatuk során. Egy sikeres iroda vezetőjeként részt vett Budapest világvárosi arculatának kialakításában, és a Győri Bencés gimnázium épületének tervezése is Ziegler nevéhez köthető. A kiállítás amiatt került ide, hogy ezt az épületet Győrben a Ziegler Győző tervei alapján építették meg 1886-tól 1888-ig. Ugye a magyarázat ennek az, hogy itt a nagyon leromlott állapotú barokk gimnáziumi épület már alkalmatlanná vált a gimnáziumi oktatásra, és az akkori igazgató Vaszary Kolos, aki 17 évig volt igazgatója az intézménynek, nem tudta elérni Pannonhalmánál, hogy felújítsák ezt az épületet, illetve valamit javítsanak az állagán. És akkor 1885-ben ő lett a pannonhalmi főapát, és az egyik első intézkedése volt, hogy egy új győri gimnáziumot építenek, és hát jó ismerőse volt a Ziegler Győző, és így került ő képbe. A gimnázium Ziegler számára csupán egy kisebb projekt volt, de így is felfedezhetők az épületen a rájellemző stílusjegyek. A jellegzetessége az a bizonyos akkori középületekre jellemző poros süveges boltozás, ami vasgerendák között téglával kiboltozott födémek vannak itt az első emeleten és a földszinten. Most ahol éppen állunk, ez éppen nem a Ziegler tervei alapján készült, mert 1930-as években épült a díszterem és a tornaterem. És hát egyébként magán viseli a korának a középületeinek a stílusát. Ugye a lépcsőház, ami díszes, meg a homlokzat, ez a jellegzetessége, de egyébként például Győrben, amikor még a felújítás előtt a Deák iskola hasonlóan nézett ki, tehát az épületet. Tehát ez annak a kornak egy ilyen jellemző iskola, jellegzetes iskola épülete volt. Ziegler figyelemre méltó életművet hagyott az utókorra. A teljesség igénye nélkül Budapest neki köszönheti az Alkotmány utcai Kereskedelmi Akadémia épületét, a Hold utcai és Hunyadi téri vásárcsarnokokat, a Központi Statisztikai Hivatal épületét, a Gosdú udvart vagy a Műegyetem kémiai és fizikai épületét a Lágymányosi kampuszon. Ő kezdte tervezni Budapest egyik világszerte ismert épületét, a Széchenyi fürdőt is.